esztendő, vígság szerző, most kezd újulni. Újulása víg örömet, most kezd hirdetni. Hirdeti már a Messiást, eljöttnek lenni. Legyetek a nagy Istennek buzgón hívei, alsó kékék, felső kékék, dicsért uradat. Urad áldja mennyhold csillag, te megtartódat. Megtartódnak, táplálódnak, mondj hozsannákat. Hozsanna néked, Úr Jézus, hagyj víg napokat. Adjon Isten minden jót ez új esztendőbe, jobb időt, mint tavaly volt ez új esztendőbe. Jó tavaszt, ősztelet, nyárt, jó termést és jó vásárt ez új esztendőbe. Jó tavaszt, ősztelet, nyárt, jó termést és jó vásárt ez új esztendőbe. Adjon Isten minden jót ez új esztendőbe. Zsíros esőt, kövér hót ez új esztendőbe. Bő termést és szüretet, egészséget, jó kedvet ez új esztendőbe. Bő termést és szüretet, egészséget, jó kedvet ez új esztendőbe. Adjon Isten minden jót ez új esztendőbe. Vegye el mind a nem jót ez új esztendőbe. Mitől félünk, mentsen meg, amit várunk, legyen meg ez új esztendőbe. Mitől félünk, mentsen meg, amit várunk, legyen meg ez új esztendőbe. Adjon Isten minden jót ez új esztendőbe. Jobb időt, mint tavaly volt ez új esztendőbe. Sok örömet e házba, boldogságot hazánkra ez új esztendőben. Sok örömet e házra, boldogságot hazánkra ez új esztendőben. Új évünk boldogsága csak a közösség erejétől függhet. Tisztelt országgyűlési képviselő úr, alpolgármester asszony, jegyző asszony, nagy tiszteletű lelkész urak, képviselőasszonyok és urak, hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Nem egészen két hete léptünk be a második évezred második évtizedébe. Nem nehéz megjósolni, hogy ez nagyon fontos évtized lesz életünkben, hisz vagy élhetőbbé tesszük ezt a földet minden értelemben, vagy tovább csúszunk azon a lejtőn, amelyen sajnos már elindultunk. Természetesen nem mi fogjuk befolyásolni a világ nagy összefüggéseit. Ez a befolyásolási szándék olykor még néhány önmagát túlképzelő ország vezető politikusának sem áll túl jó, de ettől még a változás igénye és kényszere tagadhatatlan az egész világon. Ezt az igényt még egy ilyen történelmileg megszentelődött egykori kis mezővárosnak is észre kell vennie.
De egyáltalán nem mindegy, hogy mire, miképpen reagálunk. Igen, észre kell vennünk, hogy újra rendeződik a világ, és abban nekünk is a kikerülhetetlen feladatunk, hogy önmagunkat meg nem tagadva igazodjunk az idők szavához. Akik jól ismernek, talán már megszokták és elfogadják, hogy amikor én a keresztény-keresztény gyökereinkre hivatkozom, soha nem azoknak a hitét vagy hitetlenségét vonom kétségbe, akiknek más a meggyőződése. Csupán olyan mindannyiunk számára elfogadható közös értékeket szeretnék megerősíteni, mely által egymásra figyelő, becsületes közösségben élhetünk, ahol mindenki tiszta lapokkal játszik, és nem célja, hogy aki becsületes, az szenvedjen is meg érte. Az elmúlt évszázadok folyamán többször is volt olyan élményük az elődeinknek, hogy a világ megint újra és újra át akar és át fog rendeződni. De gondolták, hogy nem mindig jó irányba. És mit tesz Isten? Valóban volt olyan, hogy nem volt jó, sőt, rossz volt az irány. Hangsúlyozom, elődeink ebből az élményből azt is megtanulhatták, hogy akkor biztosan tragédia következik be, ha kizárólag egyetlen ember akarja megmondani, hogy mi történjen a többi 100 millióval. Megtévesztő lehet, hogy ugyancsak a történelem tanúsága szerint annak az embernek mindig voltak feltétel nélküli, megfélemlített, vagy csak megvásárolható hívei. De a történelem legnagyobb tanúsága mégiscsak az, hogy minden ilyen korszak végén eljön az igazság pillanata. Miért is? Mert az álság, a hazugság, mások becsapása, sok kisemízett szenvedő lenézése rendkívül múlékony. Megszenvedték ezt a diktátorok birodalma, és megszenvedték a kisebb országok is. Megszenvedtük mi is a magunkét. Az igazság pillanatának eljövetelére mutat 1956, és a sokak által kétségbe vont 1990-es történelmi változás is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ne higgyék, hogy az évelei napok hangulatában kalandoztam el a hit és a történelem világában. Nem, a legkomolyabb dolgainkról beszélek, a saját ügyeinkről, a máról. Tavaly ősszel megtöntétek az önkormányzati választások, és most jön az első alkalom, hogy az akkor megfogalmazott elképzelésekből, amennyit a körülmények engednek, megpróbáljunk megvalósítani. Többször mondtam már, és nem felejtem, hogy az ígéreteim szellemében élek, és eleve mindent úgy alakítottam, hogy azt képviseljem, amit a ceglédi polgárok javasolnak. Megkérdeztem önöket, miben, milyen és milyen mértékű változást akarnak. Lehetőséget teremtettem, hogy mindenki, akiben van erre szándék, elmondhassa, mit lát jónak, megőrzendőnek, mit akar másképp, és mit tart a legfontosabb annak, ahhoz, hogy a ceglédiek jól érezhessék magukat a saját városukban. Engem még most is örömmel tölt el, hogy ilyen sokan válaszoltak, és valóban érdembeli javaslataik voltak. Az állandó figyelmük és támogatásuk nélkül valódi eredményeket elérni nem fogunk. Ezért beszéltem most talán a szokásosnál többet és történelmibbet a közösségről, amelyben mindenki beletartozik, ha a feladatok teljesítésében is megtaláljuk egymást. Most a költségvetés végső formában öntése folyik. Megvallom őszintén, kicsit aggódva tekintek az idei esztendő elé. Az idei évet terhelő kötelezettségvállalásokkal és a helyenként drasztikusan csökkenő központi támogatásokkal nagyon nehéz feladat vár ránk. Természetesen épp úgy, mint eddig is, mindenről tájékoztatni fogom a ceglédieket. Úgy gondolom, lesz mire figyelniük. Mindezek ellenére vallom, hogy összefogással, toleranciával, empátiával, türelemmel, közösen meg tudjuk oldani az előttünk álló feladatokat. Ehhez kérném a segítségüket, és egyben megköszönöm az eddigieket. Új évünk boldogsága csak a közösség erejétől függhet. E gondolatok jegyében kívánok önöknek és a város minden lakójának sikerekben gazdag új esztendőt. Isten éltesse mindannyiukat. Köszönöm, hogy meghallgattam.